Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Váltás a közüzemi Kft-nél. A nyugdíjba vonuló Daróczi László helyett Molnár Csaba vezeti a céget. Ünnepi díszbe öltözik a város. 50 installációt készítettek a művelődési központ munkatársai. Örök dilemma a kamarában. A gyermekvállalás kérdéseivel foglalkoztak a Várszínház előadásán. Pár napot csúszik a felújítás. Később kezdődnek a munkálatok a gyulai határátkelőnél. December 1-ével nyugdíjba vonul Daróczi László, a gyulai közüzemi Kft. Vezetője. A csütörtöki testületi ülésen Molnár Csabát, az önkormányzat mérnöki osztályvezetőjét választották meg utódjának. Ez a nap híre. A fák metszésével, karbantartásával és a Rulikovszki utcai szelektív szigetről szóltak az interpellációk a gyulai képviselőtestület csütörtöki soros ülésén. A gazdasági nehézségek ellenére jó az adófizetési morál Gyulán, derült ki a helyi adóztatásról szóló összeállításból, melyet Csige Gábor jegyző mutatott be. A város gazdasági társaságai vállalkozásai jól teljesítenek, ezért is emelkedik az iparűzési adó bevétel, és egyébként minden adónemben elmondható, hogy gazdasági problémák ide vagy oda, magas infláció ide vagy oda, de az adófizetési morál ebben az évben nagyon jó volt, nagyon kielégítő volt. Ennek köszönhető ez a már egyébként is szép eredmény, és év végén még szebb eredmény várható. Időarányosan jól gazdálkodott a város, jegyezte meg a számok fényében Görgényi Ernő, az idei év első háromnegyed évének gazdálkodásáról szóló napirendnél. Mindenkinek az életében eljön egy olyan pont, amikor sűrösödnek a jelek, és utalnak arra, hogy valamit azért kezdenünk kell. Több szempontból is új fejezet kezdődik december 1-ével a közüzemi Kft. Életében. A cég víziközmű ágazata 123 munkatársal az Alföldvízhez került, persze így is sok fontos feladat maradt Gyulán. Nem maradt viszont Daróczi László ügyvezető, aki az ülésen elhangzottak szerint már elérte a nyugdíjkorhatárt, és jövőre szeretett volna távozni, ezt most mégis előre hozta. Azt mondta, komoly restanciája van a családja felé, illetve az új helyzetben már nem szeretne a cégnél maradni. Én úgy gondolom, hogy az ő, tehát a utánam következőnek a felelőssége, feladata az, hogy úgy alakítsa ki, ahogy aztán ő ezt működtetni fogja, úgy alakítsa ki a prioritásait, a prevencióit, ágazati gazdasági struktúráját, személyi struktúráját, ami az mind, minden döntések, jók vagy rosszak, az egyéni döntése legyen. Ő felel érte, és ő legyen jogosult ezt üzemeltetni. A képviselőtestület több tagja is személyes hangvételű hozzászólásban búcsúzott Daróczi Lászlótól. Én nagyon örülök neki, hogy együtt dolgoztunk. Örülök annak, hogy én vagyok az a polgármester, aki a leghosszabb ideig dolgozhatott veled, és sajnálom, hogy most a munkának ez a közös része befejeződik. Görgényi Ernő polgármester egy Erkel mellszoborral ajándékozta meg a nyugdíjba vonuló szakembert. A grémium ezek után december 1-től 5 éves időtartamra Molnár Csabát, az önkormányzat mérnöki osztályvezetőjét választotta meg a cég új ügyvezetőjének. Polgármester úrnak nagyon köszönöm a korábbi itt hivatalban eltöltött híveimre vonatkozó dicsérő szavakat. Én bízom benne, hogy amikor eljön az idő és be kell számolni az éves munkáról, a gyulai közömi Kft. Éves munkájáról, akkor hasonlóan fog vélekedni. És abban is bízom, hogy sem a lakosság, sem a gyuláni működő cégek és közületek nem fognak semmilyen ebből az átmenetből semmit észrevenni. A képviselőtestület döntött a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázat keretének emeléséről és az ingyenes lakossági LED csereprogram folytatásáról is. Már a hét elején megkezdődött a város ünnepi díszbe öltöztetése. Szerdán pedig a Kossuth és a Harukken térre is megérkeztek a fenyőfák. 18 helyszínen 50 installációt készítettek a művelődési központ munkatársai,
hogy advent első hétvégéjére a fürdőváros az idén is karácsonyi díszben ragyoghasson. A hét elején az ünnepkörhöz kötődő 50 installációt és a kandeláberek díszkivilágítását is elhelyezték a művelődési központ munkatársai, szerdán pedig a város fenyőfái is megérkeztek Gyula köztereire. Advent első hétvégéjére 18 helyszín öltözik karácsonyi díszbe, hogy vasárnap városszerte kigyúlhassanak az ünnepi fények. Újdonság az idén, hogy 3 új helyszínre is készül dekoráció, mondta Repiszki Dániel, karácsonyi hangulatot teremtve ezzel a kevésbé frekventált városrészeken is. Románvárosra, Németvárosra is kerültek installációk, illetve a paradicsomi lakótelepre is. Most pedig a mai nappal a két fa a Kossuth téren és a Harukern téren is a helyére került, és ezeknek a fáknak a díszítése következik, és terveik szerint péntek délutánra már teljes díszben áll a város, és hát első vasárnap ugye most lesz adventnek, itt a Harukern téren pedig egésznapos programokkal várjuk az érdeklődőket. A város közterületei díszítő karácsonyfákat az idén is gyulai lakosoknak lehet köszönni, emelte ki az ügyvezető. A piachoz kerülő fenyőt Komorócki Ferencné ajánlotta fel, az aportérre kerülőt Hilt Péter, a Kossuth teret díszítő örökzöldet Szőke Dániel, míg a Harukern térre a Damjanich utcából érkezett a karácsonyfa. Az ügyvezető elmondta, a következő napok a díszítéssel telnek. A vasárnapi nappal fog először felgyulladni a teljes díszkivilágítás, illetve ugye a Kossuth téri körforgalomban az első adventi gyertya is fel fog gyulladni. Az év legszebb időszakára a város karácsonyi díszbe öltözik a gyulaiak, és ide látogatók örömére egyaránt egészen vízkereszt napjáig. Kedd este Duncan Macmillan Léleges című drámáját láthatta a Várszínház kamaratermének közönsége. A két szereplős történet egy örök dilemmát dolgozott fel Pálos Hanna és Vizi Dávid közreműködésével. Mi beszélgetünk? Jó, de hát te hoztad fel. Jó, oké, én hoztam szóba. És pont most kellett szóba hoznod? Most. Az IKEA-ba? Kedd este Duncan Macmillan Léleges című darabját láthatta a közönség a Várszínház kamaratermében. A Pálos Hanna és Vizi Dávid szereplésével bemutatott történet napjaink egyik aktualitását dolgozta fel, a gyermekvállalás és a bolygó megmentésének témakörét. A történet egyetlen hömpölygő párbeszédre épít, ami egy fiatal pár között játszódik le. A darab 2017-es bemutatójától kezdve formálja meg a női szerep karakterét Pálos Hanna. A Katona József Színház művésze kiemelte, valójában nem az az alapvető kérdése a női szereplőnek, hogy ki akar, vagy éppen ki nem akar gyermeket, egyszerűen csak szeretne felkészülni a feladatra. Szeretne mindent tudni, hogy mi, hogy fog történni az ő életében, hogy a mai világ, ilyen 21. században egy ilyen, az egész környezetünk egy nagyon erős tudatosság felé való törekvést nyom ránk, és ezt a gyerekvállalás is sok esetben így érinti, hogy akkor most tényleg mivel teszünk jót a bolygónak, ha vállalunk gyereket, vagy ha nem. Mert túlnépesedett, mert sokan vagyunk, nem kéne inkább örökbe fogadni, vagy inkább fákat ültetni gyerek helyett. És szerintem az előadás azt kommunikálja, hogy ezen lehet görcsölni, lehet ettől félni, de ha az ember elenged mindent, és hagyja, hogy a természet bevégezze, ami a feladata, akkor abból egy csodálatos ember születhet. A Forgács Péter rendezte színdarab férfi karakterét Vizi Dávid alakítja, aki nem régiben kapcsolódott be az előadásba. A történet műnemében dráma, de nem klasszikus értelemben fogalmazott a színművész. A Lélegezz egy élettörténet, szép befejezéssel, drámai felütésekkel tarkítva. Vizi Dávid elmondta, a darabnak bárki számára könnyen befogadható, sajátos nyelvezete van. Nagyon érdekesen van összeszerkesztve, ilyen perjelek vannak különböző mondatok között, amivel azt akarta az író tulajdonképpen jelezni, hogy itt egymásra beszélés van. Itt nyugodtan lehet egymásra beszélni. Nagyon mai nyelven íródott ez az egész előadás. Olyan, mintha úgy írta volna meg az író, vagy én úgy képzelem, hogy két színészt elkezdett improvizáltatni, és akkor az ő improjuk alapján azt, ami hasznos, azt így megtartotta a
számítógépében, és akkor ezt így kiadta, hogy ez egy dráma. A Gyulai Várszínház következő előadása december 4-én, hétfőn, Pokorni Ria könnyedzenés estje lesz. A meghirdetett időponthoz képest 3 nappal később kezdődik az útfelújítás Gyulán, a közúti határátkelő helyen. A munkálatok miatt a teherforgalom be- és kiléptetésére csak egy-egy forgalmi sávon lesz lehetőség. Az eredetileg tervezethez képest néhány nappal később kezdődnek az útfelújítások, a 44-es számú főút Gyula közúti határátkelőhely területét érintő szakaszán. A nyitó dátum december 4-e hétfő, a befejező pedig december 7-e csütörtök lesz. Ahogy arról beszámoltunk, a felújítás a tehergépjárművek közlekedésére kijelölt forgalmi sávokat fogja érinteni, mindez sávlezárással és forgalomeltereléssel jár majd. Új szakaszába ért az Airbus és a Satis együttműködése Gyulán. Rövid hírek következnek. Rövid megbeszéléssel kezdődött a szerda délutáni program a gyulai Airbus üzemben. Innen tolták át azokat az alkatrészeket, melyeket immár a szomszédos Satis üzemében kezelnek. Az esemény jelentőségét az adta, hogy november 29-én készülhettek el az első olyan repülő alkatrészek, melyek már 100%-ban Magyarországon készülnek, eddig ugyanis Marseille-ben végezték az alkatrészek kezelését. Olivier Malherbe, az Airbus Helicopters Hungary ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, a mai nappal egy olyan együttműködés kezdődik, mely mögött számos szereplő áll, és amelyet a jövőben szeretnének még tovább fejleszteni. Elmondta, eddig több mint 10 000 alkatrészt gyártottak Gyulán, a jelenleg 150 légiipari dolgozót foglalkoztató üzemben, a folytatásban viszont további bővülést terveznek. Ez egy fontos nap, mert a könyvünk első fejezete az most zárult le. Egy hosszú folyamat elején járunk, mondta Kis Attila, a Satis PSP Hungary vezérigazgatója, aki szintén az együttműködés fontosságát emelte ki. Görgényi Ernő polgármester felidézte, 5 éve egy honvédségi Antonov helikopterrel érkezett Gyulára az Airbus küldöttsége, akik akkor még az új üzemhelyét keresték, Gyula pedig más városokkal versenyzett a lehetőségért. Ami akkor álomnak tűnt, az mára megvalósult. Az esemény résztvevői a program végén megnézhették azokat a repülő alkatrészeket, melyek elsőként készültek el a Satis gyulai üzemében. Ahol a Duna véget ér, ezt a címet kapta a Major Film Dunáról szóló sorozatának 3. befejező része, melyet a Békés vármegyei csapat a folyó torkolatánál forgatott. Ez az út sem nélkülözte a kalandokat, a csapatnak volt olyan tagja, akinek a hajója már a Körösökön műszaki hibával küzdött, és valamilyen probléma szinte az egész úton volt vele. A film persze alapvetően nem erről szól, hanem bemutatja a Duna-delta izgalmas, felfedezésre váró világát, de más szempontból is érdekes lehet. Idén befejeződtek a Tiszáról szóló filmforgatási munkálatai. A társaság 2-szer járta meg a folyót, 1-szer nagyon magas vízállás mellett hajóztak, 2. alkalommal pedig alacsony volt a víz, így a kanyargós folyó egészen más arcát mutatta. A csapat tagjai minden esetre 3 dunai és 2 tiszai forgatás után kellő összehasonlítási alappal rendelkeznek a 2 folyót illetően. Már zajlanak a Wengheimekről szóló film forgatásai, az viszont biztos, hogy a társaság tagjai örökre a folyók szerelmesei maradnak. A Duna trilógia 3. részét a Gyula Televízió is műsorra tűzi. Az alkotás szerda este 20 óra 40 perces kezdettel látható a 3 téma után. A fűtési szezon kezdete előtt érdemes ellenőriztetni a fűtőtesteket és a kéményeket, ugyanakkor még most is megteheti ezt, aki korábban elmulasztotta, hívta fel a figyelmet Várszegi György szóvivő. Arra is gondolni kell, hogy ebben az időszakban fokozott használatban vannak a fűtőberendezések, a karbantartás nem csak az energiahatékonyság, hanem a biztonság szempontjából is lényeges, emlékeztetett a szakember. Sokszor a leghétköznapibb esetekből, vagy egy-egy rosszul beidegződött szokásból történnek a tragédiák, amelyek nagy része elkerülhető lenne.
rendkívül komoly veszélyforrás a nem megfelelő tüzelőanyag használata. A műanyag, a gumi, a festett fa, de ide sorolható a vizes, nem száraz tűzifa is, olyan kártányos lerakódást okoz a kéményben, ami könnyen vezethet tűzesethez. A nem megfelelő tüzelőanyag nem csak a fűtőberendezés hatásokát csökkenti, de komoly környezetkárosító hatása is van. Várszegi György elmondta, minden esetben olyan fűtőanyagot kell és érdemes használni, amelyet a fűtőberendezés gyártója javasol. Országos viszonylatban Békésben nem kiemelkedő az épülettüzek száma, de az átlagot sajnos hozza a vármegye is, mondta Várszegi György. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy minden ötödik kéménytűzből lesz lakástűz. Az is évről évre ismétlődő tendencia, hogy a fűtési szezonban 10%-kal megemelkedik a tűzesetek és a szénmonoxid mérgezések száma. A lakosság számára ingyenesen elérhető tüzeléstechnikai felülvizsgálatokat a szakemberek gázfűtés esetén 2 évente, szilárd tüzelésű fűtésnél évente javasolják végeztetni. A javasolt ellenőrzési időszak nagyobb igénybevételkor lerövidül gázfűtésnél 1 évre, szilárd tüzelés esetében pedig 1/2 évre. Kedd délután újra együtt dárcoztak a Páncél Imre iskola diákjai a város más intézményeiből érkezett tanulókkal. A verseny alkalmat adott arra, hogy a többségi iskolákból érkezett fiatalok érzékenyítő program keretében ismerkedhessenek az itteni tanulókkal. Popcsilikán Anikó elmondta, intézményük tanulói körében is zajlik tehetséggondozás, ennek is köszönhetően nem egy esetben országos versenyeken vesznek részt a páncélosok. Az idei rendezvényen közel 30 fős mezőn gyűlt össze, a verseny legjobbjai az oklevelek mellett érmeket kaptak. A 6 kategóriából 3-at a páncél, 2-t a karácsonyi, 1-et pedig a román iskola tanulói nyertek. Elkészült a Mikulás hálószobája az Almási kastélyban. Lapszemle következik. Készülnek a Mikulásra. A Mikulás hálószobáját varázsolták a kastély fogadó termébe, írt a közösségi oldalán az Almási kastély látogatóközpont. Mától bárki bedobhatja a kívánságokat tartalmazó levelét a Mikulás postaládájába, ami a bejárati ajtó előtt található. Olcsóbb lesz a karácsonyi hal. A halászati ágazat már javában készül a karácsonyi szezonra. A hazai haltermelés közel 40%-a ilyenkor kerül az asztalra. Az Orosz Káfé azt írta, idén is kiváló minőségben, nagy választékban lehet majd friss halhoz jutni. Legodaadóbb önkénteseit díjazta a Katolikus Caritas. 12. alkalommal osztották ki a Caritas Hungarica díjakat azoknak az országszerte munkálkodó plébániai Caritas önkénteseknek, akik az év folyamán legtöbbet tettek a rászorulókért. A Magyar Kurír azt írta, idén összesen 38 főt díjaztak a közelmúltban a budapesti Magyar Szentek templomában. Megáldották a nagyváradi székesegyház orgonáját. November 26-án Böcskei László megyés püspök áldotta meg a nagyváradi székesegyház felújított és kibővített 2 hangszerből álló orgonáját, írta a Magyar Kurír. A kivitelező Vox Humana Kft. Képviselője Bartis Szabolcs orgonajavító díszsípot ajándékozott a főpásztornak az ünnepi liturgia végén. Enyhe, de csapadékos lesz a péntek, és a legújabb fejlemények szerint a szombat is. Vasárnaptól visszatér a hidegebb idő. Pénteken csapadékos idő várható. Több helyen kiadós eső is előfordulhat. A hőmérséklet az éjszakai 8 fokról, a kora délutáni órákra 14 fokig melegszik föl. Szombaton kevesebb csapadékra, de továbbra is enyhébb időre készülhetünk. A hőmérséklet 7 és 13 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Váltás a közüzemi Kft-nél. A nyugdíjba vonuló Daróczi László helyett Molnár Csaba vezeti a céget. Ünnepi díszbe öltözik a város. 50 installációt készítettek a művelődési központ munkatársai. Örök dilemma a kamarában.
A gyermekvállalás kérdéseivel foglalkoztak a Várszínház előadásán. Pár napot csúszik a felújítás. Később kezdődnek a munkálatok a gyulai határátkelőnél. A Gyula TV híradóját látták. Most a Népi Mesterségek új része következik Korcsok János népi játékkészítővel, majd a mai testületi ülésről közvetítünk felvételről. Kövessék híreinket, videóinkat a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket!